beszélgessünk akkor most a kajádról pontosabban, hogy tömegnevelés idején is szigorúan tartasz egy étrendet, vagy ott vannak azért kilengések, illetve hogy fog ez most változni? Tömegnevelésem alatt is tartom a relatíve tiszta kaját. Nagyon ritkán eszem tésztát, tehát ez ilyen igazi bűnöző kaja, mint pizza, ez ilyen három havonta egyszer becsúszik. Igazság szerint az agyamba nem fér bele a pizza, mert tudom, hogy nincsen benne annyi szénhidrát, amennyi kellene, nekem normális, eltelít, és nem szoktam. Ilyenkor inkább az, hogy több szénhidrátot eszek, tehát ilyenkor olyan 700-800 g szénhidrátot beviszek, ez áll rizsből, zappehelyből, meg turmixból. A fehérje szinte az olyan 250 g körül. Annyi, hogy diéta alatt majd a 4-500-ról csökkentjük a szénhidrátot, majd látjuk, hogy mennyire, mert elég gyors az anyagcserém. Nekem nincsen nulla szénhidrát, mert az akkor lelaposodok teljesen. Hát majd a forma hozzá egyébként, mert ahogy tapasztaltam, azért minden évben kicsit másképp reagál a szervezetem. Nyilván más az izomösszetétel, és másképp oszlik el a kalória. Szénhidrátokkal nem szoktál egyébként variálni, mert néha hallani ilyeneket, hogy valaki ilyen teljes kiörlésű pékárukkal próbálkoznak, meg durunk tészta és hasonló. Az bevált, azt csinálom. Néha durunk tészta. Tehát, hogyha ha túros tésztát teszek, akkor az durunk tésztából eszem. Edzés előtt mit szoktál fogyasztani? Nekem úgy néz ki az edzés előtti időszak, hogy én 2,5 órával előtte eszek egy teljes étkezést, ez rizs csirke, és akkor egy olyan másfél órával előtte pedig iszok egy turmixot, ez a teljes fehérje turmixot, edzés előtt egy nitrogénoxid fokozó, edzésen meg folyékony aminósav, BCA glutamátor keverékét iszom, kortyolgatom. És edzés után? Edzés után ilyen időszakban tömegnövelő, aztán diéta alatt meg majd csak szigorú a fehérje. Kis glutamin, minden ami jó. Vitamin bevitelre mennyire figyelsz oda? Igyekszem azért odafigyelni, mert szükséges a vitamin, tehát azért meg a dózisút nyomom naponta. Annyit szoktam csinálni, hogy egy héten van egy nap, amikor nem veszek be vitamint, hogy azért ne legyen túl sok se a szervezetemben. Milyen versenyek vannak tervben most őszre? Őszre két VB-t néztünk ki Andorral, a VBPF világbajnokságot Tájföldön, illetőleg a NOC VB-t Hamburgba. Nyilván ennek van kvalifikációs verseny Magyarországon. A Temesváron gondolunk egy versenyt, Magyarországon, hogyha lesz brutál verseny, azon szeretnék elindulni, illetőleg majd még látjuk, hogy milyen verseny, tehát elég sok lesz. Nyilván a Fit Parádén azon el szeretnék indulni, aztán a többi majd. Akkor vesézzük most ki az őszi szezont, ugye említetted, hogy 7 versenyed is lesz, ez őrült soknak hangzik, így nem félsz tőle? Nem, várom. Igazság szerint én, amikor mondjuk eddig a legtöbb versenyem volt 5, tehát nyilván több lesz, tehát sejtem, hogy ez mind mentálisan, mind fizikálisan nyilván megterhelő lesz számomra, de azért várom, hogy milyen lesz. Hosszú lesz a versenyszezon, tehát október 21-én már van verseny, és december elején van az a verseny, ami a csúcsverseny, tehát elég sokáig kell relatíve jó formát tartani. Nyilván én eddig mindig úgy csináltam, hogy azért minden versenyen próbáltam top lenni, de azért ezt 7 versenyen keresztül nyilván nem lehet megcsinálni. Majd úgy látjuk, hogy majd hogy időzítsünk. Nyilván a legjobb a végén a forma, hiszen addigra a diéta is annyira előre haladott már, hogy már attól is megy le a zsír, hogy csak telik az idő, de hát majd látjuk. Gondolom be van célozva a Superbody is, ugye, ahol címvédő vagy. Milyen terveid vannak, tehát hogy látod így az esélyeket a versenytársakkal szemben? Mivel az november elején szokott lenni, így valószínűleg nem tudok annyira éles lenni, mint tavaly, mert azért tavaly az a verseny elég fontos volt számomra. Utána még a VB indulás az még ilyen bónusz volt rá, tehát én először nem is terveztem ezt a VB-t, és itt a Superbody-ra összpontosítottam én tavaly. Most nyilván utána lesz még másfél hónappal az a verseny, amire toppon szeretnék lenni, de nyilván a legjobb formámat hozom majd, és akkor én nekem mindig az a lényeg egyébként egy verseny, nem a versenytársakat nézem, hanem hogy magamhoz képest a legjobbat hozzam, és hogy aznap akkor ez mire elég, az meg kiderül a színpadon. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!